Balszélső pozícióban az egyik játékosunk a következő évben Fábián Roland lesz, őt kérdezzük most. Roland, mondj egy pár szót arról, kérlek, hogy milyen érzésekkel várod a következő szezont, hogy érzed magad a csapatban, mit gondolsz erről a teljesen megújított és nagyon fiatalos mezőkövesdi KC-ról. Ugye többekkel már régóta együtt játszol, vagy akár tavaly is együtt játszottál, azért vannak teljesen új játékosok. Mit gondolsz a csapatról, mit vársz a bajnokságtól? Először is a csapatról annyit, hogy örülök, hogy ilyen fiatal csapat lett, mivel így fogunk tudni rugalmasabban játszani. A csapat teljesen jó, sok mindenkit ismerek, nem kell úgymond ismerkednem a többiekkel. Hát össze kell még szoknunk, ugye, mert még sok munka áll előttünk. Hát még labdát ugye nem is kaptatok. Nem fogtunk még teljesen semmit, úgyhogy ott fog majd megmutatkozni, hogy milyen csapattal is fogunk válni, hogyha már kezdünk együtt dolgozni normálisan. Értem, te ugye támadásban balszélsőt játszol alapvetően, védekezésben szintén balsz. Védekezésben az egyes pozíció. Egyes pozíció. Oké, és mit gondolsz, hogy a megfiatalított csapatunk, illetve akár te magad is, mire lesz képes majd a bajnokságban, hova lehetünk jó, hova pozícionálnád magunkat? Tudom, hogy még nagyon korai a kérdés, mert még rengeteg csapat most erősít, és még nincsen igazából kialakult kép, de mégis próbálkozzunk még egy ilyen kis jóslással, hátha. Ugye mindenképpen az elnökségnek is, meg a klubnak is az elvárás az 1-6-ban való szereplés. Mindenképpen én azt szeretném ezzel a csapattal elérni együtt, hogy jó helyezést, és minél föntebb érjünk el a dobogón. És hát magamtól azt várom el, hogy minél több lehetőséget kapjak, és bebizonyítsam, hogy sokat tudok segíteni ennek a csapatnak, és buzdítani a többieket. Legyen így, sok sikert kívánok a bajnokságban, és jó pihenést a felkészülés azon szakaszára, amikor pihenhettek. Köszönöm szépen. Szerintem.